Az egriek közül kevesen tudják, hogy barokk találhatóak a Liceum első emeletén. A 229 éves főegyházmegyei könyvtárat 1793. december 28-án avatta fel Eszterházi Károly püspök. A főteremben és a két régi olvasóteremben összesen 170 ezer kötet található, melyek közül a legrégebbi 1048-ból származik. Erről láthatjuk most az összeállítást, majd beszélgetünk is a könyvtárról. Korban a legrégebbi az a 9. Leo pápának a prédikációit, illetve diplomáciai iratokat tartalmazó kódex teljes mértékben, ugye természetesen egy kódexhez illően kézzel írt és kézzel készített mű. Ez úgynevezett kolligátum, ami azt jelenti, hogy egy kötetbe több művet is összekötöttek. Természetesen a kötés, ahogy látszik, az nem korabeli, ez egy későbbi restaurálásnak a eredménye. Érdekessége ennek a kötetnek a korán túl, hogy mindegyik irat, amelyik a legkorábbi benne, az 1038-ból származik, hogy viszont az összes, ami ebben a kötetben található, az a 1054-es nagy egyházszakadás előtti időszakról, tehát mind a diplomáciai mind a vitaíratok és a prédikációk ezek innen származnak, vagy ebből a korból származnak, tehát a 11. századról beszélünk. Eszterházi Károly alapítási, egyetem alapítási terveihez kapcsolódik természetesen a könyvtárnak az alapítása is. Amit egészen biztosan tudunk, hogy 1793. december 28-án nyitotta meg a kapuit minden olvasi, olvasni vágyó előtt, tehát nyilvános könyvtárként jött létre. Természetesen, ahogy említettem, az egyetem alapítási tervekhez kapcsolódóan, főleg a, a klasszikus négyfakultásos egyetem megnek a, a a karaihoz a fakultásokhoz kapcsolódó tudományágaknak a könyveit gyűjtötték össze, így a legtöbb a a természettudomány, hiszen leginkább ebben az időben ezt tartották tudománynak, és amit például abban a időben még nem igazán tartottak tudománynak, a szépirodalmi művekben nem annyira erős, bár az, hogy most hány kötet van, és az alapításkor mennyi volt, az nem teljesen egyezik, hiszen Eszterházi féle alapgyűjtemény, hogyha itt körbenézünk a terembe, akkor nagyjából lent is és fönt is az első sorokban találhatóak. Ez a halálakor a könyvtárunkra hagyott 4000 kötettel együtt, körülbelül 22 ezer kötet. És a reneszánsz kornál tartunk. Mátyás király csillagászának, Régió Montánusnak a csillagászati kódexe, az úgynevezett Szakroboszkó kódex. A legérdekesebb természetesen számunkra, hogy Mátyás király csillagásza Régio Montanus tulajdonában volt ez a kötet. Ezt onnan lehet látni, hogy a tulajdonosi bejegyzés az meg is van jelölve. Amikor az ember főiskolára vagy egyetemre jár, akkor készít jegyzeteket, és ezeket különböző kategóriákba sorolja, ki aláhúzza, megvastagítja, bekeretezi. Ebben a korban, hogyha valami nagyon fontosat szerettek volna mutatni az embereknek, akkor ilyen mutató újat ábrázoló kezecskékkel ábrázolták. Hogyha valami fontos volt, akkor egy ilyen kezecskét rajzoltak oda, hogyha sokkal fontosabb volt kettőt, ha nagyon-nagyon fontos volt valami, akkor három kezecskével jelezték ezt. Ebben a kötetben is így található ez. Ez is pergament, készült kódex, állatbőrre készült kódex. Nyilvánvalóan ez egy tudományos mű, vagy hogyha úgy tetszik, napi használatban lévő tankönyv is lehetett, ezért nem annyira díszesek a miniatúrák, az iniciálék, amik találhatóak benne. Itt a szakmaiság volt az elsődleges, ha ilyen régről fönnmaradtak nagyon jó állapotban dokumentumok, amit nekünk, tehát mi vagyunk hivatottak őrizni, a különböző szennyeződésektől védjük, bár a restaurátor kollégák általában azt szokták mondani, hogy a kesztyű inkább minket véd, hiszen nem lehet tudni, hogy milyen baktériumok, szennyeződések lehetnek esetleg egy-egy régi könyvön. Tehát ez, ez tulajdonképpen egy-egy ilyen kölcsönös védelmet jelent, védjük a könyvet is, de saját magunkat is a kesztyűvel. 1632-ből származik ez a könyv, ez Rákóczi György erdélyi fejedelem számára készült atlasz. A kötésen is lehet látni, de itt kézírással is megtalálható ugyanez a információ. És ez egy ö, gyönyörű ö, atlasz, amelyek, aminek a címlapján is, is látszik, hogy ö, milyen ö, igényességgel készült. Tulajdonképpen ez, ö, ez egy olyan atlasz, ami ö, mondhatni tankönyvként is ö, szolgált. Itt például Oroszországot ö, lehet ö, látni. Ö, ebben az időben gyakorlatilag részkarcok formájában készültek el a térképek, lehet látni a bemélyedéseket, a legyomatot és utána ezt kézzel színezték ki, és a szövegek azok pedig az egyes országokra jellemző földrajzi és történeti sajátosságokat és tulajdonságokat mutatják be. Idén van Gárdonyi Géza halálának századik évfordulója. Éppen ezért egy olyan levelet is elhoztam bemutatni, amit még Cígler Géza néven írt alá, hiszen ide a liceumba járt tanító képzőbe, és ez a levér, ez a főigazgató úr részére íródott. Ha csak körülményeim rosszra nem fordulnak, a képesítésen megjelenni bátor leendek nagyságod alázatos szolgálja, Karád 1882. május 2-án Cigler Géza tanító. A kevésbé közismertek közé tartozik 1374-ből egy nagyon érdekes dokumentum, aminek már a formája is mutatja, hogy nem egy szokványos könyvformátumról beszélhetünk. Ez pálmalevelekre készült, szanszkrit nyelvű kézirat. Magának a elkészítésnek a módja az volt ebben az időben, hogy ezekre a pálma levelekre fém stílussal rákarcolták a szöveget, majd égetett kókuszdió héjat olajjal összekevertek, majd rákenték a pálmalapokra, és amikor letörölték, akkor a stílus által hagyott mélyedésekbe megjelent tulajdonképpen a szöveg ahogy gyarapodott a Eszterházi utódai révén, majd a könyvtárosoknak a tevékenysége révén a könyvtárnak az állománya. Mára egyrészt körülbelül 170 ezer kötetről beszélhetünk. Ebben a középső termen kívül még van két oldalsó terme a baroktermünknek. Ebben a három teremben 55 ezer dokumentum található. A 170 ezer kötetben már a tékázott folyóiratoktól kezdve a kéziratainkig minden benne van. A könyvtár jellegéből és korából fakadóan a gyűjteménynek egy nagyon jelentős része régi könyv ami védett állományt jelent. A magyar törvények szerint az 1850 előtt kiadott és létrejött dokumentumok, azok mind védett állománynak minősülnek, és van még egy kategória kiemelten védett, ami a kódexek, ősnyomtatványok teljesen unikális műveket tartalmazza, és minden könyvtár meghatározza, a gyűjtőkörét. Egerben ezt sokan nem tudják, de három nyilvános könyvtár is működik. A Bródi mellett az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemnek a Tittelpár könyvtára, illetve mi a Főegyházmegyei könyvtár is nyilvános könyvtárként üzemelünk.